Köszöntök mindenkit szeretettel, ez itt a Restart, szokásos egyórás informatikai megbeszélésünk, mondjuk így meetingünk következik. Én a Vendi vagyok, vannak elérhetőségeim, másodperceken belül olvashatjátok őket, 44-51-3-49, kapcsolódjatok be a műsorba, ez a telefonszámunk, a labdíjas szám, úgyhogy többletköltséget senkinek nem jelent, ha hívja ezt a számot, hívjátok bátran, ma Steve fogja kezelni a hívókat, és fogja ide bekapcsolni hozzám adásba, és előtte el fogja nekik mondani, ugye Steve, hogy tévékészüléket lehalkítani, internetes adást lemjútolni, és a telefonba jól fülelni, majd én igyekszem jó hangosan beszélni, mert tudom, hogy sokszor kapjuk kritikaként, hogy a telefonban alig hallani bennünket, de hát sajnos van egy úgynevezett gerjedés határ, és akkor ezt így megint csak egy kis kulisszát is elárulok a műsorból, ami ugye arra szolgál, vagyis hát nem szolgál semmire, pont hogy egy ilyen kis bug, egy kis probléma ugye itt az úgynevezett telefonhibrid kapcsán, amivel mi a telefonokat beszoktuk adni élő adásba, hogy bizony, hogyha túlságosan hangosra tekerjük a kedves hallgatónak a fülébe vissza az én hangomat, akkor bizony összegerjed, ugyanis visszajön a hangja, az én hangom visszajön a telefonon keresztül ide hozzánk, és akkor gyakorlatilag sípolás fog bekövetkezni, ezért van az a bizonyos gerjedés határ való tolás, amíg mi megpróbáljuk boostolni a hangot, de nem minden esetben sikerül. Ez ugye a telefonkészülék függő, mert kinek mennyire érzékeny a telefonja, tehát ez gyakorlatilag úgy, ahogy a hívás minősége is különbözik általában, mert hát ki tudja, ki milyen telefonnal rendelkezik, van akinek hangosabb a mikrofonja, van akinek halkabb a mikrofonja, tehát ezt minden egyes alkalommal a szegény Steve-nek itt be kell állítgatni, és hát ugye ő nem hallja, hogy ti mit hallotok, csak azt halljuk, hogy mi mit hallunk belőletek, és a kettő az nem mindig van összhangban, ezért van az, hogy néha halk, néha hangos, van akinél meg teljesen normális a dolog. Próbáltuk itt állítgatni egyébként a nap folyamán, úgyhogy bízunk benne, hogy egy kicsikét most jobb lesz. Tehát a lényeg, hogy semmi esetre se a tévében nézzétek az adást, illetve már aki telefonál, annak mondom, mert aki nem telefonál, ő nézheti bátran. De aki telefonál, tehát ne a tévéből hallgassa a hangomat, illetve hogyha skype-olunk, akkor szokásosan ne az internetes adást nézzük, hanem a telefonba, illetve a skype-on keresztül tessék fülelni. És akkor szinkronba is leszünk, mert ugye a másik hátránya ennek, hogy késik a hang, tehát ugye még odáér hozzátok az adás, akkor így bőven pár másodperccel ez el van késve a valós időhöz képest, tehát ezért sem mindig tudunk érdemben normálisan így beszélni. De reméljük, hogy ezt most már mindenki tudja, mindenki bevéste a kis agyába, és innentől kezdve minél hangosabbra tessék állítani a telefonnak a kagylóját, és onnantól kezdve lehet majd hallani, amit mondok. Jó, na, ezen kívül ugye Skype, az imént említettem, TV.fixhd, tehát ott is elérhetőek vagyunk, hívjatok ott is bátran, aki jelöl bennünket először természetesen, hiszen először partnerjelölést kell felénk küldeni, partner kérelmet, és ha ezt visszaigazoltuk, akkor van lehetőség ide csörögni a műsorba. Ezen kívül Facebookon is facebook.com/fixhd címen vagyunk elérhetőek, lájkoljatok minket, illetve szóljatok hozzá az oldal bejegyzésekhez. És hát én rögtön azzal is kezdeném, amit a Facebookra is kitettem, ugye itt pár napja, hete már így kérdőjeles számomra, hogy mi a franc van a Chromebookkal? Ugye? Tettem fel így a kérdést, olyan rég hallottunk róla, hogy a Google-nek is van ugye egy saját brandelt, mondjuk úgy, hogy saját brandelt készüléke, ugye laptopja, a Chromebook, és hogy milyen rég nem hallottunk róla semmit. Nos kérem, lehet, hogy valakik meghallgatták az imámat, vagy nem tudom, ugyanis ma lehozta több hírportál is, hogy itt a 2015-ös Chromebook, méghozzá Pixel néven jelenik meg, úgyhogy kezdjük is rögtön szerintem ezzel. Itt a Google új laptopja, ami után a Google néhány hete kicsit sután, de megerősítette, hogy jön a Chromebook Pixel új verziója. Ezt a tegnapi nap folyamán hivatalosan is bejelentette. A Pixel 2 az előtthöz hasonlóan szögletes dizájnt kapott, de erősebb hardverrel és jobb akuval is érkezik majd, mármint bizonyos országokba, valószínűleg hozzánk nem, tehát nálunk ezeket az eszközöket nem lehet majd kapni. Az erősebb hardver azt jelenti, hogy az alapgépbe egy i5-ös processzor, tehát Intel i5-ös processzor került, 8 giga memória és 32 gigás tárhely, illetve egy úgynevezett LS nevű hardcore változat is kikerült belőle, illetve gyártásra került belőle, amely i7-es chipet és dupla gigabájtokat kapott, tehát ugye dupla memória, tehát 16 giga memória és 64 giga tárhely.
jel rendelkezik. A trendektől eltérően felbontásban nem akartak tovább emelni a téten, maradt az úgynevezett UHD plusz felbontás, ezt talán így lehet hívni, 2560x1700 pixeles, bár a cég szerint az új modelleknek nagyobb színskálájuk is van, már hogy a kijelző sokkal több szín árnyalatot tud megjeleníteni. Az előző modell egyetlen igazi gyengéje az akkumulátor volt, de a Google szerint a Pixel 2 akár 12 óráig is kibírja egy töltéssel, illetve 15 perces villámtöltéssel plusz 2 órát rá lehet erre pakolni. Az Apple-höz hasonlóan a Google is az új USB szabványt használja már a Chromebookban, ugye az USB-C portot. Ezek előnye ugye, hogy töltésre, adatátvitelre és külső monitor csatlakoztatására is egyaránt használhatóak, ráadásul tök mindegy, milyen oldal, tehát milyen irányba dugjuk bele az USB-s eszközöket, bármilyen irányból képes ezeket fogadni, tehát nem kell azzal szenvedni, hogy most ugye, amikor az ember bedugja az USB-t, akkor most hogy is kell, mély nem megy be, megfordít, úgyis nehezen megy be. Tehát a lényeg, hogy az USB-C-nél sokkal egyszerűbb ez a fajta csatlakoztatás. Az új MacBook-kal ellentétben a Pixel 2 két sima USB 3 csatlakozót is kapott pluszba, ugye a nagyobb sávszélességű adatátviteli eszközök, illetve vinyók, stb. SSD csatlakoztatásának is van lehetőség, vagy multimédiás eszközök, ugye USB és multimédiás eszközök is manapság elég nagy divat. Tehát elég nagy keletje van ezeknek, ugyanis mostanában, hogy asztali gépek azok úgy mennek ki a divatból, azért multimédiás eszközöket meghasználnak az emberek, tehát digitalizáló kártyákat, ezt, azt, amazt, ezeket ugye USB 3-as porton célszerű meghajtani, ugye ilyen HD, meg UHD, meg 4K felbontások esetén már azért az USB 2-nek a sávszélessége az kicsit kevés ahhoz, hogy ezeket az eszközöket lehessen használni, úgyhogy USB 3-mal ezeket minden további nélkül meg lehet hajtani. Úgyhogy Chromebook, van ez kérem szépen, csak nincs akkora csinnadratta körülötte, mint itt a többi gyártó esetén, és első nem is néz ki a rosszul, tehát ezért lehet itt látni fényképeket, róla itt látható a kis táskagép, ugye összecsukva, és akkor itt van róla mondjuk egy ilyen kép. Hát megint csak lehet mondani, hogy kicsit hasonlít a Chromebookra, hát mivel ez a Chromebook, a MacBookra, mert hát ez is ilyen chrome színű, meg hát ugye ilyen fémes hatása van, STB, tehát nincs olyan nap alatt, viszont egy kicsikét olyan kicsit, tehát azért nem olyan vékonka, legalábbis egy ránézésre azért elég izmos gép, már hogyha a tulajdonságait nézzük is, annak számít, tehát nem arra mentek rá, hogy minél laposabb, meg minél könnyebb legyen az eszköz, hanem arra mentek rá, hogy minél robosztusabb és jó legyen, tehát hogy működjön. És hát szokásosan gondolom, hogy Chrome OS operációs rendszere van szerelve, bár erről nem szól a fáma, úgyhogy ha valaki tud erről bővebb információt, akkor várjuk, hogy ossza meg velünk. Aztán ugye beszéltünk arról, hogy itt az Apple keynote-ja kapcsán, most hagyjuk az órát, meg a mit jelentettek be, meg ilyeneket, ugye leállították a szervert, és utána is napokig probléma volt, és kiderült, hogy mi volt a probléma. A saját szervere miatt állt fél napig az Apple. Tehát gyakorlatilag az Apple egy saját szervere hibásodott meg, ezáltal tegnap majdnem 12 órán áttartó hiba mögött, ami miatt a felhasználók nem tudták elérni a cég mobilos rendszerének két fő pillérét, az iTunes-t, illetve az App Store-t, alkalmazás, illetve zeneboltot. A hivatalos tájékoztatás szerint az egyik névkiszolgáló szerver romlott el, szakértők szerint elég komoly pénzügyi károkat okozott ez a kiesés, akár dollármilliókat is bukhatott fél nap alatt a cég. Ennek ellenére szakértők szerint ez nem minősül komoly problémának, a hasonló kiesések elkerülhetetlenek, időnként minden szolgáltatóval előfordulnak. Az Apple-nél sem példa nélküli a dolog, utoljára tavaly szeptemberben fordult elő hasonló hiba. A mostani eset azért volt kicsit kellemetlenebb, mert alig két nappal a cég nagy okosórás bejelentése után következett be, vagyis abban az időszakban, amikor egyébként az átlagosnál sokkal többen próbálnak kattintgatni ugye az Apple szervereire. Talán ezzel is magyarázható, hogy a cég részvényeinek értéke minimálisan csökkent a nap végére. Tehát milyen összefüggések vannak itt, nem? Tehát, hogy egy ekkora cég esetében azért részvény árfolyam csökkenésnek is beindulnak azért, mert nem megy egy szerver. Tehát ugye milyen fontos dolog, hogy működjön a szerver. Hát arról nem is beszél, hogy ilyenkor nem lehet alkalmazásokat letölteni, zenéket, stb. És ugye hát az emberek nagy része, jó tudom, itthon nem annyira,
de mondjuk nyugatabbra tőlünk azért elég sokat vásárolgat a különböző alkalmazásboltokból. Nálunk annyira nem jellemző, hogy ezeket használnánk, de azért szokták emberkék ezt is használni. És ha már okos óráról kénytelen vagyok egy kicsikét belefolyni egyébként az okos órába, már az Apple itt most nagyon természetesen beindította a lavinát ezzel az okos órával, pedig ugye nincs új a nap alatt, akkor két hírt is mondanék nektek. Az egyik az az, hogy a Google ugye a bejelentés előtt kiadott egy reklámot, amit most én nem vetítenék le, hogy ha-ho, Android Wear már egy ideje létezik, különböző gyártók sokszínű, nem is tudom, palettát felvonultatva gyakorlatilag kínálnak már okos órákat, míg ugye az Apple okos órája, tehát okos kütyüje gyakorlatilag egyféle, az, hogy most szíjat lehet rajta cserélni, meg nem tudom, aranybevonat, meg ilyen, olyan, amolyan, az mondjuk egy plusz dolog, de ugye Android Wear esetén a különböző gyártók különböző dizájnban, különböző minőségben elérhető okos órákat kínálnak töredéke áráért, tehát gyakorlatilag ugye, akinek az fontos, hogy legyen választék, és ne csak egy közül lehessen választani, ráadásul mindaz drágán, akkor természetesen van alternatíva. Még mielőtt itt teljes mértékben ezt is majd annak tulajdonítjuk, hogy az Apple megint kitojta magából a spanyol viaszt, ugyebár. Na, de és akkor egy ilyen kütyűről rögtön beszéljünk is, hiszen Kínában természetesen szintén ugye azért befolyásolja az egész világot az Apple bejelentése. Már beindult az áradat, és az okos óra klónok már meg is születtek, ugye eddig is voltak, de most aztán ugye az Apple Watch csott leklónozó eszközök is már forgalomba kerültek. Ugye miközben a világ nagy részén még az Apple rajongók is csak a fejüket vakarják, hogy mire lesz igazán jó ez a kütyű, a kínai hamisítók nem pihentek. Már szerdán, azaz a tegnapi nap folyamán elárasztották a kínai online piac tereket a hamisítványok, vagy klónok, nevezhetjük őket klónoknak. Az órákat természetesen eredetiként árulják, ugye erre azért érdemes odafigyelni, és láthatóan sem az eladókat, sem a vevőket nem zavarja, hogy a hivatalos premier csak április végén lesz, már hogy akkor fogják ténylegesen eladásra kínálni majd ezt az eszközt, egyre csak bemutatták. A legnagyobb választékot az egyik, most nem mondanák oldalakat egyébként, de mondjuk úgy, hogy a kínai Amazonnak számító egyik oldalon és a kínai eBay-en számító másik oldalon kínálják természetesen. A legolcsóbb verziókat már 259 yuantól elérhetők. Még ráadásul igazam is van, ami nagyjából 12.000 forintot jelent. Tehát azért össze lehet hasonlítani a 18.000 eurós Apple kütyüt, jó, az aranyból van meg hát Apple, és a 12.000 forintos verziót belőle, de van, tehát akad 3.000 hüanos változat is, ami 140.000 forintnak felel meg, és ezzel drágább, mint a legolcsóbb trendi, vagy eredeti, trendi, tehát eredeti ugye Apple Watch, ami 350 dolláros, vagyis nagyjából 100 000 forintos verzióban, ugye a sportkiadás elérhető. A kínai kínálatot különösen viccesé teszi, hogy az eredetileg 10 000 dolláros aranyozott verziót simán ugyanannyiért kínálják, mint a belépő szintű modelleket. Tehát gyakorlatilag létezik ebből is arany, az a része valószínűleg nem hamis, tehát ott nem hamis aranyat adnak, hanem tényleg aranyban van befuttatva, csak hát ugye maga a technológia van klónozva. Ugye már, hogy a hamisítványok minősége milyen, arról egyelőre nincsenek hiteles információk, de a hirdetések képein egészen hasonlítanak ugye az Apple most bemutatott okos órájára, illetve hogyha valaki szeretne egy ilyen kütyűvel megismerkedni, tehát magyarul egy ilyen klón okos órával, akkor például az iMagazin oldalán már van is egy teszt ezzel a kapcsolatban, amit az Apple-ösök csináltak. Mi az? Ja, nem folyik az orrom, csak tüsszentettem, de köszönöm, aranyos vagy. Bár egyébként elfolyik, köszönöm. Kifújom, az a biztos, akkor legalább nem lesz vele gond. Jó lesz. Az alapozó, ami rajtam van, az is lejön vele együtt, úgyhogy nem baj. Na, tehát a lényeg, hogy létezik ebből klón, és egyáltalán nem biztos, hogy egyébként rosszabb, vagy kevesebbet tud, hiszen ugye nagy valószínűsége Android van rajta, vagy valami hasonló, tehát hogy ezért csak kinézetben hasonlít hozzá,
Tehát, hogyha, és első kis eszközről beszélünk, tehát villogni ezzel is lehet, mert ha csak nem nézi meg valaki közelebbről, hogy ez nem Apple, akkor simán azt hiszi, hogy már nekünk ilyenünk van. Ugye? Mint ahogy egyébként Horváth Andrics, ugye az imént említett iMagazin, mondjuk úgy főszerkesztője, aki már tesztelt ilyen kínai klón változatot egyébként az Apple Watchból, pont meséltem, amikor találkoztam vele múlt héten, hogy természetesen megállítják még őt az utcán, és hogy tényleg ez már az? Emberek februárban mi az? Áprilisban fog megjelenni. Most jelentették be hétfőn. Tehát, hogy múlt héten, vagy azelőtt valószínűleg nem járhatott Apple Watchba. Bármennyire is nagy guru az András, nincs még neki Apple Watcha, de ahogy ismerem, szerintem nem is lesz egyébként, mert hogy ő is rajong annyira az ilyen kütyükért. Na jó van. Aztán nézzük, mi van itt még nekünk. Jó, hagyjuk is a híreket első körben, van egy telefonálónk, úgyhogy majd utána folytatjuk még érdekességekkel. Halló, halló, szia! Szia, Feri vagyok. Hello, Feri, parancsolj! Tegnap írtam a Facebookra, csak már szerintem későn. Aha. Van egy Lexmark X... Hallasz? Hallak, figyelek, igen, folyamatosan. X1270-es multifunkcionális nyomtatom. Aha. Az utóbbi időben azt csinálja, ha össze van kötve, hanem a számítógéppel folyamatosan nyomtat. Tehát föltettem a Facebookra egy ilyen karaktertáblázatot. Igen, látom, megtaláltam közben a hozzászólásodat tegnap. Ezt miért csinálja vajon? Nem lehet, hogy valami tesztnyomtatás be van neki, vagy csak nincs beragadva ott egy gombolyra? Ki van törölve a program, és ott sincs kötve a géppel, tehát... Hát azért mondom, hogy nagy valószínűség ez nem szoftveres probléma, hanem hát vagy hardveres probléma, tehát maga a nyomtató van, valami baja van, vagy be van ragadva az a gomb, ami a tesztnyomtatásért felelős, és gondolom én állandóan darálja ki magából a tesztoldalakat. Mert ez ilyen nagyon tesztoldalnak néz ki. Egyszer kinyomtattam, hogy... Ezt azóta csinálja, hogy kinyomtattam egy Excel táblázatot, és utána kezdte el csinálni. Aha. És azt hogy mondjam, tehát hogy egy példányban nyomtattad, vagy... Nem, folyamatosan. Tehát ha tápot adok neki, akkor elkezd nyomtatni. Aha, hát valahogy üríteni kéne a pufferét, ugye, mert hát ezt egy ilyen pufferbe tárolja ugye a nyomtatandó üzeneteket, vagy mi az oldalakat, és hogyha tele a puffer, akkor azt bizony ő ki akarja nyomtatni addig, amíg az ki nem fogy. Igen, de nem azt nyomtassa, amit én előtte nyomtattam, hanem valami hülyeségeket. Aha. Hát igen, ez mondom, ez ilyen tesztoldalnak néz ki, tehát igen. Gyakorlatilag nem tudom, hogy ez minek tudható be. De valahogy kéne, hogy legyen rajta egy reset valahol, amivel le kéne resetelni ezt a nyomtatót szerintem, és akkor abba fogja ezt hagyni. Mert egyszer már csináltak, hogy hétig nem kapott áramot, és utána abba hagyta, de most aha. Már nem hagyja abba. Nem tudok rá mit mondani, tehát a nyomtatókhoz amúgy is hülye vagyok, tehát én nem szoktam papíros életemet, azt már így megszüntettem, tehát én harapok a papírért itt a vezérlőbe, és pedig megint tele van itt minden mögöttünk papírral. Persze ez nem oldja meg a problémát, nem tudok rá mit mondani igazából, tehát valahogy reszetelni kéne, valami be van ragadva a pufferbe, szerintem ez lehet a gond, vagy ha ez egy tesztoldal akar lenni, akkor meg kéne nézni, hogy egyáltalán miért nyomtató tesztoldalt, tehát a nyomtatónak a leírásában meg kéne valahol keresni, hogy a tesztoldal nyomtatását, azt mivel lehet előidézni, és mivel lehet leállítani mondjuk, mert valahogyan biztos, hogy le lehet állítani. Jó? Rendben. Köszi szépen. Nincs mit, Feri. Hello, hello. Jó. Szia. Jó, hát ilyenek vannak, kérem szépen. Menjünk tovább. Azt mondja, hogy Roland írja nekünk, szia Wendy, a Google mindent vagy semmit alapon bevállalja az új USB Type-C csatlakozót, ami már megtalálta az új MacBook és az új Chromebookban is. Terve, hogy minden okostelefon, táblagép, laptop, STB ezen csatlakozáson legyen a közeljövőben. Szerintem jó ötlet, minden egy kábelen fusson a kép, hang, adat, töltés. Neked mi a véleményed erről? Hát igen, végül is igazából ez nem a Google-nek a bevállalása, hanem erről ugye beszéltünk egy pár hónappal ezelőtt, hogy ezt a fajta USB szabványt ezt szeretnék most már úgymond tényleg szabványosítani, illetve már szabványosították is, csak még ugye most kezdenek el gyakorlatilag a gyártók most már ilyen hardvereket gyártani, ami már ilyen USB eszköz van. Gyakorlatilag nem újdonság, mert ha most megint egy kicsit az Apple házatájára megyünk át, akkor ugye ott már az eddigi gépekben is volt egy olyan csatlakozó, amit úgy hívtak, hogy Thunderbolt.
Ez nem az Apple találmánya, úgy teszem hozzá, csak ők hívják így, de ez egész pontosan az Intelnek a találmánya egyébként, csak ugye itt a szoros együttműködés keretében, főleg az Apple gépek tartalmaznak ilyet. Ugye korábban ezt DisplayPortnak is hívták, és nagyrészt arra lehetett használni a nyomtatót, képernyőt kössöre az ember, aztán most ugyanaz a majdnem hasonló a port, kompatibilis egymással egyébként, Thunderboltnak hívják, és ezen keresztül most már mindent rá lehet csatlakoztatni az Apple-ös, mondjuk az Air gépeknél, ugye, mivel olyan vékony, hogy nem fér rá egy Ethernet csatlakozó, van rajta egy-két USB, de azért oda nem ártana több, illetve akár ugye HDMI-t is át lehet alakítani Thunderboltból, ugye, mert hát egy darab ilyen Thunderbolt kijárat van rajta, plusz azt hiszem két USB talán, és nincs több kimenet a mondjuk egy Air bukkom, és innentől kezdve, hogy kötsz rá ugye perifériákat. Na erre való a Thunderbolt. Most azért kanyarodtam a Thunderbolthoz, hogy ilyen multifunkcionális csatlakozók már eddig is léteztek, most az USB-C vagy C is gyakorlatilag hasonlónak mondható, annyi különbséggel, hogy ugye az USB, mint úgy, az egy kommunikációs szabvány is egyben, tehát gyakorlatilag igen. Jó, hogy Andris ide behoztan, akkor meg is tudom nektek mutatni egy MacBook Air-en. Ez most nem kell itt, ez egy két éves modell, tehát nem ez a lényeg, hanem az, hogy tényleg milyen csatlakozók vannak rajta. Ugye van rajta egy USB, mint amiről beszéltünk, a másik oldalán is van egy USB, ez a töltő, és akkor ez itt a Thunder, ez a kicsike, ugye itt a Thunderbolt csatlakozó, nagyon nem látszik, mert hogy picike. Na de ugye az USB picivel nagyobb, de gyakorlatilag hasonló multifunkciális csatlakozónak van kitalálva. Pont ebből kifolyólag, úgyhogy ez nem, mondom, nem újdonság. Az, hogy az Apple is ráteszi az USB-C-t az új MacBookokra, illetve valószínűleg MacBook Air-ekre is. Na inkább ez a meglepő egyébként, hogy hogy nem marad a saját Thunderboltjánál. Nagy valószínűséggel azért, mert a gyártók egyébként majd azokat a perifériákat, amiket ugye esetleg majd USB-C szabványra gyártanak, azt ugye hogy tudná csatlakoztatni valaki majd későbbiekben egy Apple-ös géphez, hogyha nem ezt a szabványt használnák. Tehát valószínűleg ez a magyarázat rá. Úgyhogy ez nem bevállalás kérdése, hanem egyre inkább a gyártók most már az újonnan, tehát az idén gyártott készülékeken már nagy valószínűséggel meg fognak jelenni ezek a fajta USB csatlakozók. Oké, okay. Menjünk tovább. Így van. Ja, hogy ez már itt fönn is van. Nagyon jó. És akkor Janival folytatjuk, azt mondja, hogy hello Wendy, van egy kis gondom, vettem egy 8.1-es Windows-zal ellátott, tehát egy gyakorlatilag egy 8.1-es tabletet. Leírod a típusát, én ezt most nem mondanám, a tablethez kaptam billentyűzetet, így notebook-ká alakítható. A tablettel nincs is baj, amikor kibontottam, ment normálisan a billentyű és a touchpad is, tegnap frissítettem a 8.1-et, leállításnál este, ma bekapcsolom, és a touchpad egyszerűen megőrült, a billentyűzés random nyomkodja a Windows numlock és caps lock billentyűket, frissítettem ma délután a billentyűt, megoldódott, de a touchpad nem. Kérdés, visszavigyem garanciába, vagy próbáljak meg egy teljes Windows újratelepítést a 8-asból? Szerinted, a márka egyébként román, szerinted mennyi időt fog húzni velem? Köszi a válaszot, fajn a műsor, mint mindig. Nem ismerem ezt a márkát, ezt a mennyi időt fog húzni velem, ezt meg nem egészen értem, hogy mire érted ezt a kérdést, tehát hogy meddig fogja ez, meddig fog vele szórakozni ez a touchpad, vagy meddig lesz jó majd ez a tablet? Mert ugye mindkettőre vonatkozhat a kérdés. Szerintem egyébként, tehát ilyenek vannak, tehát most az, hogy ilyen márka vagy olyan márka, sokféle van, ugye ezt is lehetne akár mondani, azt, hogy a Microsoftnak a Surface gépeit klónozgatják, és ugye olcsóbb kiadásban hozzá lehet jutni, én azt gondolom, hogy nincs ezzel különösebb gond. Nagy valószínűséggel driver hiba, tehát én is erre gyanakszom, hogy a frissítés után a driverrel van valami gond, hát ezt tényleg valóban úgy tudod megoldani, hogyha esetleg újra húzod a rendszert, és ha utána is csinálja, akkor viszont hardveres hibáról beszélünk, és nem szoftveresről. Ha viszont utána megoldódik, akkor valamilyen driver probléma volt. Sajnos ez előfordul. Most majdnem azt mondtam, hogy Windows 10-nél, aztán meg pláne azért, mert technikai előzetes verzióban van még, de ugye 8.1 már elvileg végleges, tehát ott azért nem, hogy elvileg, hanem gyakorlatilag is, tehát ez egy stabil kiadás, természetesen az is azért vannak frissítések, és egy-egy frissítés viszont sajnos megőrítheti az ilyen
eszközöket, úgyhogy nem tudok rá okosat mondani, annyit tudok neked mondani, hogy próbáld meg ugyanúgy, ahogy a billentyűzet részének a driverét újrahúzni, a touchpadnek a driverét is valamilyen úton módon újrahúzni, és ha azzal sem, próbáld meg egy egérrel esetleg, és ha azzal sem megy, akkor próbáld meg tényleg egy rendszer újrahúzást, ahogy itt te magad is gyakorlatilag tudod-e, hogy mit kell csinálni. Hát ez a garancia, ha pedig utána is ezt csinálja, akkor meg mindenképpen garanciálisan tessék megjavítatni, mert akkor nagy valószínűséggel fizikai hibáról van szó. De hát, hogyha szoftveres a hiba, és megjavul, akkor viszont felesleges ezért köröket futnod, mert akkor viszont nagy valószínűséggel, ha újrahúzod a gépet, akkor meg fog oldódni ez a probléma. Jó. No, menjünk tovább. Van-e kérdésünk? Hívjatok nyugodtan, akár Skype-on is, akár ugye itt a Facebookon is lehet hozzászólni. Skype-on jóváhagyást kérnek tőlünk. Ágoston L szeretne hozzászólni a műsorhoz. Illetve, ha jól látom, Tomi írja nekünk, hello Wendy, sikerült a Chrome-ból a könyvjelzőket törölnöm, eddig nem sikerült visszahozni, van-e rá valami esély a visszaállításra? Hát nem sok, Tomi. Ugye itt az a kérdés, hogy magából tehát a Chrome-od az be van-e állítva mondjuk úgy, hogy szinkronizáljon. Tehát be vagy-e jelentkezve a Chrome-odba. Mert ha be vagy jelentkezve, hogy szinkronizálja a könyvjelzőket, és jó esetben úgy törölted le, hogy éppen nem voltál bejelentkezve, akkor nagy valószínűséggel vissza tudod hozni. Viszont, hogyha be voltál jelentkezve, és úgy törlöd ugye a könyvjelzőket, akkor az hasonló, mint a Drive, ugye? Tehát, hogyha onnan törölsz valamit, akkor az ugye a szinkronizált, tehát a felhőben tárolt könyvjelzőkből is törli. Tehát ez bukta, tehát erre vigyázni kell az ilyenekre, hogy az ember mit törölget. Sajnos ez nem egy olyan dolog, ami visszaállítható, mert ki gondolná azt, hogy egy könyvjelzőt akar az ember visszaállítani. Szinkronizálni lehet, annak van értelme, esetleg előzményekből tudod még visszaállítgatni, tehát előzményben megnézed, hogy mik azok az oldalak, amiket néztél, és akkor újra beállítgatod azokat a könyvjelzőket. Nem tudom, hány könyvjelződ volt, én bevallom őszintén, nem nagyon használok könyvjelzőket, egy pár darab van itt a böngészőmbe beépítve. Sőt, ha jól látom, most még azokat sem nagyon, nincs neki se nekem itt hirtelennyében elő, de amikor például nyitok egy új oldalt, akkor ott van a tetején, ott van a Facebook, a Gmail-em, van YouTube, a fixes oldal, meg egy-két oldal van ott. Nem tudom, hogy nekem nálad hány olyan van, ami ugye gyors indítóba is kitehető, de természetesen a könyvjelzők azért lehetnek olyanok, sem nem csak ott a könyvjelző sávban van, hanem ezen kívül még jó néhány könyvjelzőt el lehet menteni. Nem tudom, hogy egész pontosan hány darab volt, de hát lehet, hogy kénytelen vagy manuálisan ezeket visszaállítani, hogyha nem volt szinkronizálva. Jó, ha van valakinek ötlete persze, hogy hogyan lehet visszahozni, ha vissza lehet, akkor segítsünk Tominak. Jó? Na, Lacával folytatjuk, aki Skype-on van itt velem. Halió! Szia, Wendy! Üdvözlöm a tévénézőket! Egy kérdésem lenne. Ugye a Windows 10-nek most a Pro verziója van kiadása, vagyis a végleges verzióját még nem lehet letölteni. De kérdeném, hogy 1 gigás memóriakártyára rámegy a Windows 10, vagy nem? 1 gigás? Hát 1 gigásra nem fog rámenni. Tehát csak a telepítője 4 giga, és akkor feltelepedve meg ilyen 11-2, vagy egy picivel még lehet, hogy több is. Plusz ugye, ha teszel fel programokat, akkor az növekszik. Tehát azt 1 gigára nem tudod feltenni. Az nagyon kevés. De hát 1 gigára szerintem egy XP-t se lehet feltenni. Tehát az is már vagy 7 giga volt körülbelül, azt hiszem, feltelepítve. Tehát, hogy azért 1 giga az nagyon kevéske neki. De már mint memória, mondom, a memória kártya 1 gigás. Értem, de hát most a memória kártya, most mire gondolunk memória kártya szinten? Tehát, hogy annyi memória van a gépben? Igen. Ja, de akkor nem arra akarod feltelepíteni, hanem ennyi memória van abban a gépben, amit fel akarod telepíteni. Értem. Hát, az határeset. Szerintem egyébként, ezt nem tudom, lehet, hogy fölmegy rá, de még ezt is kétlem. Tehát, ha jól tudom, a 8-nál volt az, vagy lehet, hogy már a 7-nél is, hogy 1 giga volt a minimum. Tehát arra fölment még, de hát ne várj tőle sokat, hogy már ott gyorsaságban. Szerintem egyébként van egy olyan érzésem, hogy 1 gigára nem megy föl, tehát minimum 2 kell neki. De aha, hát ki kell próbálni.
Értem, és hol tölthető ez le? Amúgy a Microsoft honlapjáró, vagy hol? Igen. Hol tölthető le? Hát beírod, hogy Windows 10 letöltés, vagy download, és ki fogja dobni elsőjén, a Microsoft oldaláról lehet letölteni egyébként, igen. De mármint úgy, hogy letöltöm, és akkor... Letöltőt ki kell írni egy pendrive-ra, vagy DVD-re, és akkor azzal együtt, vagy arról tudod feltelepíteni. Értem. Jó? Köszönöm az információt. Oké, okay, nincs vit. Halihó, szia! Megyünk tovább, tessék? 2 gigaram kell hozzá, itt mondják a kollégák, hogy utána néztek közben, tehát 1 gigára akkor ne is próbáld meg. Igen, jól emlékeztem, hogy talán a Windows 7 volt az utolsó, amit még 1 gigára talán föl lehetett rakni, de hát 1 giga az nagyon kevés amúgy is. Még a 2 is teszem hozzá, tehát azért a 3 az minimum ajánlott. Oké, Kálmánnal folytatjuk. Hello Wendy, 3 éves 60 gigás SSD-m eddig 4-szer volt telepítve. Telepítéskor a partíció törlése utasítás után a Windows 7 telepítő létrehoz egy 100 megás boot partíciót. Ez az újabb telepítéskor nem jön létre, és a telepítés megszakad. Többszöri próbálkozással sem sikerül. Úgy oldottam meg, hogy egy másik Windows alatt lassú formázással a telepítő csak gyors formáz, teljesen legyalultam az SSD-t. Így már megcsinálta a boot partíciót, és simán fölment a Windows. Ha valaki így jár, ez megoldás lehet. Üdv, jó a műsor! Köszönöm szépen! Hát igen, ott valami partíciós probléma lehetett akkor. Nem tudom, hogy csak Windows-t telepítettél korábban rá, vagy esetleg más rendszerrel is, vagy esetleg újabb Windows-zal is próbálkoztam, mint Windows 7-et említesz. Mert akkor előfordul, hogy vannak olyan partíciók, amikkel a Windows 7 particionálója, mint úgy nem tud mit kezdeni, tehát nem látja, vagy valami. És ugye, hogyha vannak esetleg, pláne Linuxos partícióknál van olyan, ugye azt hiszem, hogy összesen talán 8 partíciót lehet, 8 felé lehet particionálni talán egy vinyót, de még nem, attól függ persze, hogy milyen partíciókról beszélünk, de mondjuk Linux esetén ugye teljesen más jelent a partíció, mint mondjuk Windows esetén, de a Windows-os partíció azt hiszem 8-at lehet talán létrehozni, és hogyha maradnak ilyen apró rejtett partíciók, hogy úgy mondjam, akkor lehet, hogy nem tud már létrehozni egy újabb boot partíciót, vagy van valami ott, ami miatt tele van a vinyó, és ugye a partíció csak üres helyre tud létrehozni, tehát ha nincs üres hely rajta, akkor nem tud létrehozni egy partíciót, csak ha törlöd a korábbit. Tehát elvileg ugye úgy kellett volna, szerintem egyébként meg lehet oldani a telepítőből is, hogy a telepítőben törlöd a partíciókat, teljesen legyalulod, tehát letörlöd az összes létező partíciót, és akkor gyakorlatilag egyet létrehozol, plusz ő magától létre fog hozni valóban egy 100 megás, 100 mega körüli partíciót, ahol a boot menedzsert teszi. Tehát lehet, hogy működött volna ez telepítőből is, csak nem volt elég körültekintő, de én persze elhiszem, az is lehet, hogy tényleg valami úgy particionálta már meg, hogy ezt az úgynevezett flaget, ami ezt eldönti, hogy lehet-e még rá több partíciót tenni, vagy sem, azt már lehet, hogy úgymond maximálisra állította, és ezért nem engedett újabb partíciót létrehozni. Van ilyen. Ilyenkor mindenképpen valamilyen másik gépben teljesen le kell gyalulni az összes partíciót róla, akár úgy hagyni, tehát partíció nélkül, hiszen a telepítő majd létre tudja hozni, de az is a megoldás, hogyha te magad egyet rögtön létrehozol rajta. Jó? Oké, okay. Menjünk tovább. Robi írja nekünk, szia Wendy, egy haveromnak van egy Windows 8-as táblagépe, és mobilnetet akarja megosztani vele a laptopjával, de nem tudja, hol lehet. Te vagy valaki megmondaná, hogy hol kell beállítani? A választ előre is köszi. Windows 8 táblagépen? No, ez egy nagyon jó kérdés. Hogy a Windows 8-ban hol van olyan, hogy hálózatmegosztás egyébként. Mert hogy alapesetben igen, mondjuk egy Androidon, vagy iOS-en, vagy akár Windows Phone-on is biztos van olyan üzemmód, hogy hotspot. De ugye az az igazság, hogy Windows 8-as táblagépnél én nem tudom, hogy ezt hogy lehet megoldani, mert hogy nem tudom, hogy egyáltalán biztos, hogy Windows 8 van rajta, nem RT van mondjuk rajta ugyanis. Az is egyébként, ebből is kétféle verzió van, amelyik rendes, úgymond PC-s X86-os alapú processzor van benne, és ténylegesen Windows 8 van rajta, és van amelyiken meg Windows RT van. És valószínűleg a kettőben teljesen máshol vannak a dolgok. A Windows 8-ban én bevallom őszintén, így számítógépen keresztül még sosem osztottam meg, illetve talán még annak ide az XP-s korszakban osztottam meg internetet, de ugye Windows 8-án nem tudom, hogy kell ezt megcsinálni.
Úgyhogy, de hát utána kell szépen járni, Windows 8, be kell írni Windows 8, internet, megosztás, Wi-Fi-n. És akkor itt írja gyönyörűen, első még egy YouTube videó is van, ahol szépen elmagyarázzák, hogy hogyan lehet egy Windows 8-ból hotspotot csinálni. Tehát az első videón már szépen meg is lehet nézni, hogy mit kell hozzá csinálni. Nem egyszerű, ahogy látom, tehát 7 percben magyarázzák el. Úgyhogy akkor, és ahogy látom a to-do listát, mert itt van egy textfájl, amiből az emberünk is, hogy mondjam, sasol, ott 16 pont van benne, hogy egész pontosan miket kell megnyomogatni, úgyhogy akkor Windowsnál ezt olyan tök okosan és értelmesen megoldották, sőt 17 pont, ha jól látom, mert közben itt írja az ember, hogy mit csináljon, úgyhogy ennyi, jó? Tehát írd be szépen, így magyarul, ahogy én az előbb így mondtam, tehát Windows 8 internet megosztás Wi-Fi-n című történet, és akkor ott meg lehet osztani, jó? Ez a lényeg. Aztán Roland, még egyszer hello, láttam, hogy tehát, hogy milyen laptopom van, és megjelent egy új okos telefon is, ugyanilyen néven, amúgy hasonlít a hát igen, most itt tele vagyunk márkával, tehát egy kicsit nehézkes így mondani, tehát jó, végül is úgyse tudom márkák nélkül elmondani, úgyhogy sorry, nem a reklám miatt van. Tehát ugye Vaio, Vaio-ról beszélünk, amely egyébként ugye kivált a Sonyból tavaly, tehát azt azért úgy tudni kell, és külön brandet épít gyakorlatilag, mind a laptopok területén, mind pedig most okos telefonok gyártására is adta a fejét, és valóban megjelent az első Vaio Telo, amely hát egy középkategóriás telefonnak minősül, én is olvastam egyébként ezt a hírt, úgyhogy semmi extra nincs benne, azon kívül, hogy dizájnban egész okos, egész szép, de középkategóriás telónak felel meg, tehát tényleg, mit tudom én, 4 magos a procia, már úgy, hogy 2-2 mag, tehát 2 magos videografikai processzor és 2 magos proci van benne, középkategóriás telefon. Úgyhogy ennyi. Selfizésre jó, mert hogy természetesen ugye a fényképezők azok nagyon jók benne. Azt hiszem 5 megapixeles előlapi kamerája van, meg talán 13 megapixeles a hátlapi kamerája. Úgyhogy köszönjük szépen, Roland. Hát ugye ebből is látszik, hogy igazából a gyártók azok már nem ártalnak egyébként még így kiválni a nagytól, lemásolni egy másikat, mert ugye itt írott, hogy gyakorlatilag melyik gyártónak a készülékére hasonlít, valóban. Kicsit úgymond koppintás, de hát most egyébként én nem nagyon szerettem ezt a szót, hogy koppintás, mert most őszintén, tehát egy okos telefon hogy nézzen ki? Most add már a telefonodat, Steve. Ki tudod szedni a tokból, vagy az most így macerás? Nem. Jó, van különbség, de most hasonlítsuk már össze két okos telefont. Tehát itt távolról, tehát most őszintén, tehát hogy mi tehát most ha nagy általánosan nézzük, tök ugyanúgy néznek ki, nem? Ugyanúgy van egy kijelzője, méretben is ugye különbözőek már, és most már ugyanolyan méret, tehát tehát nincs új a nap alatt, tehát most lehet mondani, hogy ez lekoppintotta azt, olyanokról vitatkozunk, mint hogyha lemennénk a nem tudom, a piacra, és azon vitatkoznánk, hogy ez a tojás a másiknak koppintása, mert hogy most egy tojásban mi lehet különböző? Tehát lehet egy picit a formája, a színe vagy valami, de alapesetben ugyanolyan, nem? Sőt, még az íze is ugyanolyan. Majdnem, mert a zárt tojás mondjuk lehet, hogy nem annyira finom. Most, de körülbelül most lehet, hogy hülye példa volt, de ezzel tudom így érzékeltetni a dolgot, tehát hogy most koppintanak, ez nem koppintás, különböző gyártók különböző dolgokat csinálnak, de hát az eredmény az hasonló lesz. És mindegyik Androidot használ, képzeljétek el. Tehát innentől kezdve akkor mindegyik koppintja a másikat. Tehát attól függ, honnan nézzük ezt a koppintás dolgot egyébként. De mondom, egyébként szép, meg jó, meg ilyenek. Jó. Mi baj van? Ádám írja nekünk, hogy szia, nem tudnál segíteni, mit tegyek a Minecraftommal, hogy az FPS-em több legyen?
Hát, de, Ádám, nem tudom. Szerintem ugye ez gép meg videókártya függő minden játékban az FPS, tehát ha bírja a géped, akkor ugye az FPS is nagyobb. Esetleg próbáld meg a felbontást lejjebb venni, mert lehet, hogy nagyon nagy felbontáson játszol vele, és hogyha kisebb felbontásra játsz, akkor jobban bírja a videókártyád is, és akkor nagyobb lesz az FPS szám is. Bár nem tudom, hogy mit jelent ez a nagyobb, most mennyi például, mert szeretem, amikor egyébként ilyenekről beszélnek emberek, és akkor kiderül egyébként, hogy ilyen 50-60 FPS környékén vagyunk, de az kevés, mert hát az emberi szám az végül is 25-öt lát, de a 60 FPS az kevés, mert hogy milyen kevés az a szám, mert a Józsinak 120 FPS van. Igen, csak Józsinak mondjuk lehet, hogy kétszer olyan gyors gépe van hozzá. Tehát, hogy nem tudom, ezt tudom mondani, hogy lejjebb veszed a felbontást, mondjuk a Minecraftban túlságosan majdnem azt mondod, hogy grafikai dolgokat más tudjon állítgatni egy ilyen vektor grafikus történetben, olyan sok mindent nem tudsz, tehát maximum tényleg a felbontással tudsz egy picikét variálni, vagy kicsit kisebbre veszed, tehát nem tudom most mekkorában játszol, de ha lejjebb veszed, akkor valószínűleg magasabb lesz az FPS szám is, de hát ez gépfüggő, meg videókártya függő elég erősen. Aztán Sándor írja itt nekem, hogy Hali, nekem is Windows 8-as táblám van, és gyakorlatilag ez egy Windows 8.1 VidBing rendszer, ami furra megegyezik a laptopon lévő OS-sel. Oké. Akkor gyakorlatilag meg kell nézni, bevallom őszintén, egy laptopon még sosem osztottam meg az internetet, úgyhogy olyat már csináltam, hogy a laptopomon neteztem úgy, hogy a mobilomról osztottam meg, de ugye laptopnál kicsit nehézkes amúgy is megosztani, táblagépnél is csak akkor lehet, hogyha ugye két, mert hogy úgy tudsz megosztani internetet, hogy két eszköz kell hozzá, két hálózati eszköz között tudsz megosztani internetet. Tehát ahhoz, hogy mondjuk egy wifi meg tudj osztani netet, ahhoz kell, hogy legyen mobilnet a gépben. Mert hogy ugye a kettő között tud megosztani, vagy meg tudod osztani a wifi-det mondjuk a hálózati kártya, vagy fordítva a hálózati kártyának az érkező internetet tudod megosztani wifi-n, ezt lehet mind megcsinálni. Azt egyszerűen az internet kapcsolat megosztás menüpont alatt lehet ilyet találni, hogy ez a Windows 8-ban hol található, azt ne kérdezz, mert nem tudom, tehát nem szoktam ilyet csinálni. Mondom, XP-ben még talán anno csináltam ilyesmit, azt is a wifi-n, hanem hálózati kártyán. Windowsban ez egyébként nincs olyan egyszerűen, vagy olyan természetesen megoldva, hogy ebből hotspotot lehet csinálni. Nem gondolják azt az emberek, hogy valaki egy laptopból, vagy akár egy táblagépből akarna hotspotot csinálni. Pedig egyébként most a táblagépek korában már lehet, hogy van ilyen, és biztos, hogy tudja is, csak mondom, én most így fejből nem tudom neked elmondani, de mint mondtam, első helyen kidobja, hogyha értelmesen beírod a Google-ba, hogy hogy kell csinálni, még videót is mutat, hogy pontosan miket lehet benne állítani. Jó? Szépen végigköveted és működni fog. 54 ez az FPS Ádámnál közben kiderült. Hát Ádám, szerintem elégedj meg azzal az 54 FPS-sel. Hát most őszintén. Tehát az emberi szem 22-23 képkockával lát. Tehát biztos, hogy nem veszed észre, hogyha 54-nél több, vagy kevesebb egy képkocka. Maximum, hogyha 25-nél is kevesebb, akkor azt lehet, hogy észreveszed. Jó? Oké, progresszívről beszélünk, akkor lehet, hogy mondjuk esetleg észreveszed, de eszemben ennél nagyobbat nem fogsz észrevenni. Tehát nem tudom, hogy ez miben gátolt téged a játékban, hogy csak 54 FPS-ről beszél, mert azt hiszem, hogy a játékoknál egyébként az 50 FPS az tök normálisnak számít, tehát a fölött úgy sincs értelme szerintem a képkocka számnak. Jó? Értesítési menüből lehet, ha táblagépen nem 8.1 van, közben Baz írja nekünk, Haliven, de táblagépen nem 8.1 van, mert akkor az értesítési menüből lehet internet kapcsolatot megosztani. Igen? Most már itt kavarodunk kicsikét, de mondom, biztos, hogy lehet, mert már a Windows XP-ben is, hogy tovább megyek, a Windows 98-ban is lehetett internet kapcsolatot megosztani. Két hálózati eszköz között bármilyen operációs rendszerrel meg lehet osztani internetet, csak nem mindegy a módja. Most hagyd nekezd, mondom, nem tudom ezt az információt, hogy Windows 8 alatt hol kell, tessék megnézni a neten. Jó? Mert most nekiálltom én is megkeresni, és akkor megy vele az idő, de igazából szerintem ti is utána tudtok ennek járni. Jó? Már akit ez érdekel. Egész pontosan. Okés. Jó, na hát a több hírünk, vagy kérdésünk egyelőre nincs, akkor viszont én mondanék nektek
itt híreket, vagy több kérdésünk nincsen, úgyhogy akkor híreket mondanék nektek, ha megtalálom, amit akartam itt nektek mondani, csak honnan? Nézzenek oda. Igen, a Chromebookról beszéltünk, akkor lehet, hogy csak ennyi hírt hoztam. Akkor nem tudok nektek híreket mondani, de van egyébként itt a Facebookkal kapcsolatban egy hír. Igazából, ami egy ilyen, mondhatni jó tanács, ezt majd a holnapi Restart Extrában akarok a Marcival majd erről egy picikét beszélgetni, de képzeljétek el, hogy simán és jogosan kirúghatják azt az illetőt, aki pénteken, a pénteki esti buliról mondjuk posztolgat a Facebookon. Ez attól függ ugye, hogy a úgymond cégszabályzat mit mond erre. A közösségi média terjedésével egyre több olyan tartalom válik nyilvánossá munkahelyeken, amely régebben csak a céges folyosókon vagy a liftben elejtett pletykák szintjén léteztek. A munkavállaló egy-egy meggondolatlan posztja vagy a felettesén ércelődő kommentje miatt adott esetben akár felmondásra is számíthat, de sok függ attól is, hogy az adott cég rendelkezik-e erre vonatkozó munkahelyi belső szabályzattal. A közösségi oldalakon elejtett megjegyzések, posztok vagy képek miatt szankcionált munkavállalókról számos külföldi és hazai példát lehet találni az interneten. Például a Virgin Atlantic nevű angol légitársaság azért vált meg korábban több alkalmazottjától is, mert azok a Facebookon sértő megjegyzést tettek a társaság utasaira. A fenti ügyek kapcsán, mert hogy van egy pár, nem csak ez volt az egyetlen ilyen cég, felmerül a kérdés, hogy hol is húzódik a munkavállalói véleménynyilvánítás határa, illetve a munkavállalónak magánéletébe milyen mértékben kell figyelemmel lennie a munkáltatója jogos gazdasági érdekeire. Ugye, nem tudom, ez mennyire érthető, mert kicsit ilyen jogi hablattyal van leírva, de érezzük, hogy miről beszélgetünk. Tehát most valószínűleg az, amit itt a címbe is írnak, hogy azért, mert valaki péntek este elmegy bulizni és jó hangulatú fotót tölt föl a Facebookra, én szerintem, ha ezért kirúgják, akkor az a munkahely az körülbelül annyit is ér, tehát azt ne bánt, szerintem arra a munkahelyről alapból el kéne amúgy is menni. Tehát, hogyha a mai világban ez úgymond szúrja a szemét mondjuk egy munkáltatónak, hogy valaki posztolgat a Facebookon, az szerintem gáz. Hát ilyen világot élünk, tehát hogy hagy posztoljon már mindenki magától, mondjuk azt, hogy ő kivel, mikor, hol szórakozik, és ezt ő meg akarja osztani a nagyvilággal, szerintem ez a munkáltatónak semmi köze nincsen. Ahhoz már annál inkább, hogyha mondjuk az ember munkaidőben posztol, ne adj Isten mondjuk céges dolgokat posztol ugye ki, tehát mit tudom én, lefényképez egy Excel táblát, ami lehet, hogy mondjuk, ha jól olvasható, akkor akár ugye még céges, hogy mondjam, üzleti titok megsértésével is lehet utána vádolni, mert ha mondjuk abból kiderül abban az Excelből valami, akkor akár ezért mondjuk már elő lehet venni az illetőt, tehát mondjuk ez azért teljesen más. De az, hogy a munkáltató ilyen szinten beleszóljon az emberek magánélet, vagy az, hogyha mondjuk munkaidőn kívül, de mondjuk annál a cégnél a dolgozó, arra a cégről te véleményt nyilvánítasz, ráadásul negatív véleményt mondjuk, mert ha természetesen dicséred vagy valami, akkor abban nem hiszem, hogy a munkáltatónak olyan nagy problémája lenne, viszont hogyha nem dicséred, hanem pont, hogy szidod vagy olyan megjegyzéseket teszel, akár csak az ismerőseid körében, tehát ugye most itt tényleg felmerül a kérdés, hogy most jogilag, hogyha te ezt nyilvánosan posztolod, az is egy dolog, de hogy mondjuk úgy posztolod, hogy csak néhány barátoddal megbeszéled mondjuk a problémákat, tehát abban meg mondjuk a főnököd nem láthat bele, de ha mégis valamiért kiderül, mert mondjuk az egyik kollégád már ismerőse a főnöködnek, és neki rosszul vannak beállítva az adatvédelmi beállításai, és mondjuk a tied jól van beállítva, de abban benne van az ismerősöd, és ő posztol van, és ne egy Isten rálát a főnököd, és ha nem is neki szántad, de mégis eljut hozzá valahogy ez a poszt, akkor ugye előszedhet téged, pedig ugye jogilag az adatvédelmi beállítások, hogyha jól vannak megcsinálva, akkor elvileg ennek az üzenetnek hivatalosan nem kellett volna hozzá eljutni. Ez olyan, mint a folyosói pletykák, nem? Tehát addig pletyka, amíg nem jut el ahhoz, akiről szól az a pletyka. Most ettől függetlenül ez megint ilyen erkölcsi kérdés, vagy nem is tudom, hogy most ez oké-e, hogy az embert kibeszélik mondjuk a háta mögött, vagy nem oké?
Azért nézek a Steamre, ő is így bologat, hogy igen, ezek ilyen, mert nálunk lehet posztolgatni. Mondjuk, ha elküldeném a főnökömet a melegebb égtájra, azt lehet, hogy nem szeretné annyira, és azért lehet, azért rúgra ki, nem azért, mert posztoltam, hanem azért, mert amit posztoltam miatt, nem? Tehát ez valószínűleg így működik. Mint ahogy én is sem biztos, hogy örülnék neki, hogyha az én hátam mögött valaki posztolna rólam valami olyasmit, ami mondjuk... mit röhögsz? Na, mert ő már posztol. Na, tehát, hogy igen, tehát, hogy ez nem tudom, hogy jogilag ezt mennyire kell egyáltalán. Én azt gondolom, hogy felnőtt emberek le tudnak ülni, és meg tudják ezt beszélni. Vannak persze olyan esetek, amikor mondjuk tényleg a céges érdekek sérülhetnek, amikor viszont valóban, tehát például az imént említett, mit tudom én, lefénykép, leszelfized magadat a munkahelyedet, hogyha mennyire dolgozol, ezben még lehet, hogy nem szól bele a főnök, mert persze legalább látja, hogy dolgozol. Na de ha mondjuk tényleg a monitorodon látszik valami céges titok, és te azt így kiszivárogtatod, idézőjelté akaratodon kívül is, már elkövettél egy hibát. Tehát, hogy igazából, hogyha ezt a munkáltatónak kell, szerintem legalábbis, persze nem vagyok ügyvéd, de én így látom ezt jól, hogy a munkáltatónak, ha ez mindenképpen szeretne ez ellen úgymond valamit tenni, tehát hogy korlátozni szeretné valamilyen szinten a közösségi oldalak használatát, akár csak a munkahelyen, mert a magánéletedben nem nagyon teheti ezt meg, akkor hozzon erre van belső szabályzatot, ahogy itt egyébként a cikknek az elején is írták ezt, és gyakorlatilag, ha azt a szabályzatot te elfogadod, akkor viszont onnantól kezdve viszont tényleg ne posztolj a Facebookon mondjuk a munkahelyedről, mert ezért könnyen kirúghatnak. Jó, aztán persze nem lehetünk itt tovább, mert ha elmegyünk diplomácia, meg egyéb más területekre, vagy valaki mondjuk, mit tudom én, tekes, akkor annak nem, hogy Facebook profilja se lehet, nem, hogy vagy legalábbis, csak egy példát mondtam, de nekem van ismerősöm, aki a technél dolgozik, csak így mellesleg, és ő mondta, hogy nekik például nem lehet Facebook profiljuk. Sem, jó, ilyen kamu profilja lehet, hogyha, de nem szabad, hogy kiderüljön, hogy az az övé, mert akkor kirúgják. Tehát, hogy vannak ilyen területek, ahol ezeket így bizony vizsgálják. Tehát itt igazából két dolgot kell vizsgálni, hogy sérte személyiségi jogokat, az, hogy mondjuk a munkáltató meghatározza neked, hogy te most posztolhatsz a Facebookon, vagy nem. A te oldaladról meg azt kell mérlegelni, hogy amit posztolsz, és ne adj Isten a munkahelyeddel, vagy a munkáddal kapcsolatos, az nem sérti a munkahelyednek az érdekeit. Ha ezek nem sérülnek, ezek az érdekek, akkor szerintem ezzel nincs gond. A mai világban azt gondolom, hogy fontos a közösségi média, és nem hiszem, hogy ezen kell fönnakadni, de persze vannak olyan helyek, ahol pláne, ha valaki nem ért hozzá, akkor ilyenek bizony lehetnek. Tehát például az imént említett, tehát hogy az, hogy az persze amúgy sem szép dolog, nem csak a Facebookon, mondjuk egy cégről, pláne ahol dolgozol, csúnya dolgokat mondani, vagy ércelődni, ugye, de úgy egyébként meg, ja, na, úgyhogy erről akartam két szót beszélni, majd meglátjuk, hogy Marcinak erről mi a véleménye, majd vele is fogok erről szerintem beszélgetni a holnapi nap folyamán. Nézzük, van-e még valami itt a Facebookon, mert aztán lassan búcsúzkodom ám tőletek. Azt mondja, hogy mi ez? Dani írja nekünk, hogy miért van az, amikor megpróbálok megnyitni egy weboldalt, és itt leírod a címét is, akkor laptopon is és Androidon is mindig átirányít a magyar változatra. Ez elég idegesítő, hogyan tudnám kikapcsolni az átirányítást. Hát, ha ezt a webszolgáltató úgy oldja meg, illetve ennek a weboldalnak a tulajdonosa, hogy gyakorlatilag, hogy mondjam, tehát régiókra bontva üzemelteti a weboldalt, és annak van egy magyar szekciója is, és ez le van automatizálva a webszerveren, hogy automatikusan irányítson a magyar oldalra. Ugye ennek általában az előnyét szokták az emberek élvezni, tehát mondjuk egy szolgáltató, vagy egy gyártónak az oldalát nézed, beírod, hogy www.nya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 ny
Magyarországon létező cég, aki őket képvisel, akkor ez automatikusan oda irányítódik át. Hogyha te nemzetközit akarod mégis valamilyen úton módon megnyitni, hát azt, az a baj, hogy többféleképpen kell megnézni, tehát meg kéne nézni egyáltalán, szintén keresőt tudom neked erre javasolni, hogy van-e például olyan első körben, hogy például ennek az oldalnak mögé írott, hogy per.n.html mondjuk, vagy English, vagy valami, tehát hogy maradjon az angolnál, vagy az eredetinél az oldal,
Mert bizony sajnos alapesetben ezt te nem tudod befolyásolni, csak maximum trükközni tudsz, mert ha így van megírva a weboldal, hogy automatikusan oda irányít domain szerint, ahonnan te nézed, tehát ha Magyarországon vagy, akkor magyar oldalra irányít, akkor ezt te nem tudod befolyásolni, maximum mondom trükkökkel. Tehát ennek a kótának kell nézni, milyen trükkökkel lehet esetleg, ha lehet ezt az oldalt mondjuk úgy megnézni. Jó. Vírusként azonosítja magát az egyik népszerű vírusírtó. Gratulálok annak, aki ezt használja, csak így mondom. Tehát, hogy szép, meg aranyos, meg pandamaci, meg nem tudom, de úgy körülbelül ez a 90-es évek végén számított jó vírusírtónak. Manapság, hát én nem tudom. Maradjunk már a Windows beépített sajátjánál, és akkor azzal szerintem nincs probléma. Közben Imre írja, hogy összehangolt támadást indított a Microsoft és a Panda Security a szerencsétlen userekre. Tegnap délután óta 20 PC adta meg magát ilyen-olyan hibákkal a környezetemben. XP, Windows 7, Windows 8 vegyesen volt, amelyik el sem indult, csak csökkentett módban volt, amiről csak programok hiányoztak, ami folyamatos hibaüzeneteket dobált. A közös pont a gépeken a Panda Security volt. Miután kiderült a probléma okozója, már cikkeztek is pár oldalon a jelenségről, miszerint a Panda egy tegnapi frissítés alkalmával a saját magát és random módon a Windows-t is vírusnak nézte és karanténba helyezte, majd törölte. Ezzel párhuzamosan történt tegnap, hogy a Windows 8 frissítés is volt, ami végzetes volt, és a többi gép is magába dőlt. Ez volt tehát Imre tapasztalata. No, hát van ilyen, félrenyomnak véletlenül, ugye ilyen előfordul. Most erre mit mondja? Tehát ez olyan, amikor véletlenül ellopnak. Véletlenül ellopnak, ugye, jelszavakat. Hát igen. Csak sajnálni tudom. Nem ezért szoktam azt mondani, hogy használjuk a beépített vírusírtót, és nem mindenféle 600 gyártó össze-vissza vírusírtóját használjuk. Például most ezt meg lehetett volna úszni. Azért rendszerem nem omlott össze. Nekünk csak a routerünk omlott itt össze, amit fölkonfiguráltam, majd én is egy dolgot írtam el benne, egy 0-7, egy 1-est, és szó szerint. És azóta megint nem megy, úgyhogy kénytelen voltam visszatenni a régit. Ideiglenesen, pedig itt nálunk most nagy hálózati konfigurálás van. Amúgy. Jó, na hát ennyi. Ennyi tartott a mai restart. Holnap restart extrázunk, úgyhogy Marcival együtt várlak benneteket. Sőt, megyünk tovább, ugye, hiszen, mint ahogy már korábban is ígértük, tesztelünk mindenféle hardvereket, úgyhogy holnap már, ha minden igaz, akkor két telót is tesztelni fogunk. Egy viszonylag márkás telót, és összehasonlítjuk egy kevésbé márkás, de ugyanolyan tudású telóval, hogy vajon melyik hozza ki a jobb eredményeket. Ezekről is szó lesz a holnapi adásban, úgyhogy hardware tesztek is lesznek, érdemes lesz velünk tartani. Köszönöm szépen a figyelmet, ne menjetek messzire, hiszen következik az Édes Kettes Endrével, akinek vendége ma Tompos Kátya lesz, úgyhogy érdemes lesz, azt hiszem, a jó hosszú beszélgetést megnézni. Szevasztok!